Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti TV hírműsorát látják. A kormány elfogadta Cseppel és Ferencváros javaslatait az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban, és kötelezte minisztereit e javaslatok maradéktalan végrehajtására, tájékoztatott a miniszterelnökség. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a kormány áttekintette a Csepeli és a Ferencvárosi önkormányzatoknak a budapesti atlétikai világbajnokság megrendezésére, és az érintett Cseppeli és Ferencvárosi városlészek fejlesztésére, az új szabadidő és sportparkra és a kapcsolódó közlekedési fejlesztésekre vonatkozó, képviselő testületi határozatokba foglalt javaslatait áll a közleményben. A kabinet elfogadta Fűriás Balázs kormánybiztosnak a korábbi Diákváros-Díri Városkapu és Atletikai Központ fejlesztések tárgyában hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját, Tette hozzá a miniszterelnökség. A kormány megállapította, hogy a Cseppeli és a Ferencvárosi önkormányzatok valamennyi javaslata egybeesik a korábbi döntésekben megfogalmazott kormányzati szándékokkal. Így a testület az önkormányzati javaslatokat elfogadta és támogatólag megerősítette. A határozatban a kormány végül kötelezte minisztereit, hogy maradéktalanul hajtsák végre a Cseppeli és Ferencvárosi önkormányzatok javaslatait, tette hozzá a közlemény. A Demokratikus Koalíció arra szólította fel a kormányt, hogy fizesse ki a kórházak 64 milliárd forintos adósságát. A DK egészségügyi szakpolitikusa úgy fogalmazott, minden év végén előáll az a helyzet, amikor a kórházak képtelenek kiegyeníteni az adósságaikat, ezért a nekik dolgozó beszállítók a kormányzat beavatkozására várnak. Komáromi Zoltán ezért arra szólította fel a kabinetet, hogy ne lebegtesse ennek az összegnek a kifizetését, mert azzal veszélyezteti az emberek egészségügyi ellátását. A politikus arra is kérte a kormányt, hogy hirdessen egészségügyi válsághelyzetet. Komáromi Zoltánt kérdezték arról, hogy pártja milyen változásokat tartana szükségesnek a területen. Szükségesnek nevezte az intézmények költségvetési támogatásának növelését, és felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházak büdzséjének 70-75%-át a bérek viszik el, így nagyon kevés pénz marad a dologi költségekre. Irány az Egyetem 2020 elnevezéssel ingyenes felvételi felkészítő programot indít az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkársága, a Klebersberg Központ és a Magyar Rektori Konferencia. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár elmondta, a programmal az érettségivel már rendelkező, a felsőoktatásba jelentkezni kívánó diákoknak szeretnének segíteni, akik a köznevelés rendszeréről már kiléptek. Kifejtette, 2020-ban változnak a felvételi követelmények, és az emelt szintű érettségi kiemelt szerepet játszik a jövőben. Egy tártból kötelező lesz letenni a kormány célja az volt 2014ben, amikor a felvételi szabályokat módosította, hogy a fiatalok minél felkészültebben kerüljenek be az egyetemekre, hangsúlyozta. Niedermüller Péter Erzsébet város polgármestere a heti tépirkadat című műsorában beszélt a napokban, megjelent antiszemita plakátokról, az általatett feljelentésről, de szóba került a legutóbbi testületi ülés, ahol többek között a buli negyeddel kapcsolatos döntések is születtek. A múlt héten az utcákon megjelent antiszemita plakátok kapcsán Niedermüller Péter is megszólalt, sőt feljelentést is tett az ügyben. Mint megjegyezte, válasz még nem született. A feljelentésről elmondta, a kormány évekkel ezelőtt zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal kapcsolatban, de közben nemrégiben kiderült, nemrégiben került napvilágra egy nemzetközi felmérés, amely szerint jelenleg Európán belül Magyarországon az egyik legnagyobb az antiszemitizmus. A kutatás szerint 42 Ennek fényében azért is tette meg a feljelentést a politikus, mert mint hozzátette, ha nem, se, ha, ha nem lesz semmilyen eredménye sem a nyomozásnak, akkor is jelezni kell ezt a jelenséget semmilyen körülmények között sem tűrik el. Ez mindenkinek a morál. Felelőssége. A felmérés azt jelenti, tette hozzá a polgármester, hogy a magyar lakosság 42%-a oszt bizonyos mértékű antiszemita nézeteket, hiszen olyan válaszokat adtak, hogy a zsidók túlságosan nagy súlyjal vesznek részt a közéletben. Erzsébet város több eszközzel is küzd a kirekesztő nézetek ellen. Például a mai napon csütörtökön egy megemlékezést tartanak a Klauzá téren a Pesti Gettó felállításának 75. évfordulójára, de ezen túlmenően más rendezvényekkel is megemlékezünk. A magyar történelem szomorú időszakáról. A politikus a Péter Fisándor utcai kórház előtt tartott egy sajtótájékoztatót, aminek a kapcsán azt emelte ki, mindenki tudja, hogy milyen állapotban van az intézmény, aki csak egyszer megfordult ott. Kívülről belülről vannak problémák, akiknek az emi, a, amiknek az enyhítésére az új városvezetés azonnal kiutal 15 millió forintot. De mellette arról is egyeztetett a kórház vezetőivel, hogy a jövőben tudjanak korszerűbb eszközöket is vásárolni. Külpolitikai híreink. Megszavazta az Európai Parlament az új összetételű, Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságot, amelyben a magyar várhelyi olivér a bővítési és szomszédságpolitikai politikai tárcáért lesz felelős. A Strasburgi plenáris ülésen 707 képviselő adta le a voksát, a jóváhagyás mellett 461-en ellene, 157-en szavaztak, 89-en pedig tartózkodtak. A szabályok alapján a leadott szavazatok egyszerű többségére volt szükség. Jean-Claude Juncker vezette biztosítástületet, 423-209 arányban hagyták, jó, hagyták jóvá 5 évvel ezelőtt. Elődje, José Manuel Barroso esetében ez 488-137, illetve 478-84, Romano Prodi esetében 510-51 volt. A skót miniszterelnök szerint aki a Skóciában kormányzó skót nemzeti pártra szavaz a decemberi brit parlamenti választásokon, arra is szavaz, hogy Skócia megmeneküljön Nagy-Britannia tervezett Európai Uniós kilépésétől és maga dönthessen sorsáról. Nikolaj Sztrögyön az NSP vezetője, aki a függetlenségre törekvő Skót kormánypárt választási programját ismertette Szerdán Glasgow-ban, kijelentette, az smp re adott szavazatokkal lehet a legerőteljesebben megüzenni Boris Johnson brit miniszterelnöknek, hogy London nem vétózhatja meg a Skót névdöntési jogát saját jövőjéről. Az SNP 52 oldalas választási programja 21-szer tesz említést a skóciai függetlenségi népszavazás szándékáról, és leszögezi, nem a londoni, hanem a skóciai parlament hatáskörébe kell utalni annak eldöntését, hogy mikor legyen az újabb referendum Skócia függetlenné válásáról. A NATO-nak, mint Védelmi Szövetségnek a megtartása nagyon fontos Németország számára, jelentette ki Angela Merkel német kancellár berlini parlament alsóházában elmondott beszédében. A NATO megtartása ma leginkább annyira érdekünk, mint a hidegháború idején volt, hanem jobban, mert Európa nem képes egyedül megvédeni magát, mondta a kancellár. Ígéretet tett arra, hogy Németország a 2030-as évek elejére teljesíti NATO tagként vállalását, miszerint védelmi kiadásait megemeli a hazai ösztermék, 2%-ára. Hangsúlyozta, hogy hazájának jelenleg innen nagyobb felelősséget kell vállalnia a szövetségben. Magyarország 2024-ben űrhajóst kíván küldeni az űrbe, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai űrügynökség Space 19 Plus miniszteri konferenciáján Szevijában. Az űripar az egyik legfontosabb iparág lesz a jövőben. Magyarország számára ez újabb fejlődési, kitörési lehetőség. Fókuszában a második magyar űrhajós kiképzése és a nemzetközi űrállomásra történő felküldése szerepel, amelyet 2024-re reálisan megvalósíthatónak látunk az orosz Roskosmos együttműk együttműködésben, fogalmazott a magyar tárcavezető. Hangsúlyozta, Magyarország új külgazdasági és külpolitikai törekvései között szerepel, hogy újra kivegye részét a világűr békés célú felhasználásából. A Knesset elnöke, Juli Edelstein találkozóra hívta a Likud és a kékfehér tárgyaló csoportját, és az egy éven belül itt harmadik választások kihirdetésének megakadályozására tett utolsó erőfeszítések részeként. Izrael kormányzati vészhelyzetben van, amely gazdasági és társadalmi összeomláshoz vezethet, mondta Edelstein a sajtótájékoztatón. Ez az igazság pillanata az izraeli politikában, ez a választás pillanata a vezetői képességek bemutatása és a gyávaság között. Ezért felkértem a két legnagyobb párt vezetőit, hogy utasítsák a tárgyaló csapataikat, hogy talál velem, és megakadályozzák az újabb választásokat. Örömmel jelenthetem be, hogy a két vezető pozitívan fogadta a felhívást, és ma este elkezdődik a józanság helyreállítása Izrael számára. A kék-fehér Twitteren megerősítette a hírt mondván a párt nevében dr. Jorám Turbovic és Sálom Slomó készen áll a találkozóra, és nyitottak minden olyan párbeszédre, amely elősegítheti a közös alapokra épülő kék-fehér vezette széles egységkormány létrehozását a Likuddal. A Likud szintén üdvözölte a kezdeményezést. Gazdasági híreink. Havi 142 millió, évi több mint 1,7 milliárd forintot ajánlott a BKV Zrt-nek, a JC De, Deco Hungary Kft. a járműágazathoz, illetve a tömegközlekedési infrastruktúrához tartozó reklámfelületek hasznosításáért, ám az eredmény hirdetés előtt lefújták a majd négy éven át zajló közbeszerzési eljárást a fővárosi közgyűlés új határozata miatt, írta a világgazdaság. A lap a birtokába került a tender lezárásáról készített BKV dokumentum alapján azt írta, a cég ajánlata, amelyben a koncesziós díj háromszorosa volt a 2018-ban e tevékenységből befolyó összegnek, érvényes volt, sőt, kifejezetten magas pontszámot kapott a bírálat során, a BKV azonban a győztes kihirdetése helyett megtagadta a szerződést kötést. Erre azt követően került sor, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadta Karácsony-Gergely főpolgármester határozati javaslatát, amely megtiltja, hogy a fővárosi cégek egy évnél hosszabb időre írjanak alá megállapodást a tulajdonukban használatukban vagy vagyonkezelésükben lévő reklámfelületek hasznosítására. A BKV pedig a tender kiírás szerint 4 plusz opcionálisan további 4 évre tervezte a reklámhelyek értékesítését, írta a világgazdaság. Híreinkről bővebb információt a www.braherpress.com, illetve a heti tv.com olvashatnak. Maradjanak velünk, következik az időjárás jelentés. Csütörtökön túlnyomó rész borongós idő lesz a jellemző változó intenzitással, megszakításokkal, bárhol az országban eleredhet az eső. A több eső éjszakon valószínű, napközben csak kevés helyen rövid időszakokra vékonyodhat el, kisé a felhőzet, míg éjjel átmenetileg fel is szakadozhat a felhőtakaró. Éjszaka is lesznek elszórtan kisebb esők, nagyobb eséllyel a Tiszán túlon. A jellemző hőmérséklet átlag a csütörtök reggel 5-8, csütörtök délután északon 8, délen 14 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, legyen szép napjuk, ne hagyják otthon az esernyőt a viszontlátásra.